Időjárástól és földrajzi viszonyoktól függően augusztus végétől szeptember végéig tart a vadászember legnagyobb ünnepeinek egyike, a gímszarvasok bőgési időszaka. Mai erdei valóság sónkban kizárólag ezzel a szeptembert meghatározó eseménnyel foglalkozunk. Valójában a gímszarvas párzási időszakát nevezzük szarvasbőgésnek. A szarvasbika jellegzetes hangja a tehenek terelgetését szolgálja, és jelzést ad a többi bikának arról, hogy ki is a hárem ura. A gímszarvasbika ezzel a jellegzetes hanggal jelzi vetélytársainak a tehenek feletti kizárólagos szaporodási jogát. Így a bőgés alapján a bikák információt szereznek egymás testi erejéről, elszántságáról és nem utolsó sorban pozíciójáról. A bőgés tehát már önmagában is egyfajta megmérettetés a bikák között. A versengés a tehenekért több szinten mehet végbe, amelynek a bőgés az első fázisa. Amennyiben hang alapján a hárem ura hasonlóan erősnek ígérkezik, mint a trónkövetelő, úgy utóbbi felkeresi legyőzendő ellenfelét. A személyes találkozás során egy párhuzamos séta keretében felmérik az erőviszonyokat, ahol egymás mellett ballagva, bőgve, agancsot mutogatva próbálják eldönteni, melyikük a rátermettebb. Amennyiben még itt sem egyértelmű, hogy melyikük az erősebb, úgy összecsapnak az agancsok, és megkezdődik a birkózás. Érdekesség, hogy az agancs, mely minden szépsége ellenére talán a legkevésbé szerencsés egy sűrű erdei környezetben, tisztességes nyakizmokat növeszt a viselése, harchoz való nekifutáskor pedig külön technikát kíván a helyes hordozása, arról nem is beszélve, hogy az embernek szinte a szíve szakad meg, ha a bőgés vagy az azt követő fizikai összecsapás során bármilyen okból veszély fenyegeti ezt az ékszert. Szóval az agancs célja egyáltalán nem a sérülések okozása, ellenkezőleg ezek elkerülése és a fejvédelme. Sajnos ennek ellenére is sok esetben előfordul sérülés a versengő bikák között, illetve az agancsok összeakadásának veszélye is igen nagy. A szarvasbikák testtömege épp mostanra a szeptemberi bőgésre éri el maximumát, van, hogy 300 kg-ra is felszökik. Nem véletlen az sem, hogy ez időtájt a bőgés területén átvezető közutakon is ajánlott a fokozott figyelem, sőt egyes erdőrészeket le is zárnak a kirándulók elől. Tét nem kevesebb, mint a jövendő szarvas generáció ideális génállományának, legelőnyösebb tulajdonságainak minél tökéletesebb továbbvitele, s ahogy láthatják, a koronás urakon nem múlik. Szeptember közepének erdei képe a látványokán még kevéssé izgalmas. Az igazi színkavalkádot csak október eleje közepe hozza majd el.
Annál érdekesebb, és a vadászok szívének annál kellemesebb ezen időszak hangja, pontosabban a szeptember közepi hangok egész garmatája. A szarvasbőgés immár teljes erővel beindul a hatalmas gímek körében. A rendszeres hangadás rendkívüli információt jelent a többi, esetleg a közelben ólálkodó bika számára. Ebből azonnal tudható, mekkora és milyen erős a hárem jelenkori ura, sőt fizikai kondíciójáról, veszélyességéről, harcra készségéről is képet kaphat, aki botormódon arra gondol, megkaparintja a nőstényeket és ő viszi tovább a vérvonalát. Bár a fenséges látványt keltő agancs alapvetően a fejvédelmét szolgálja csataközben, épp ez az, amely a vadász szemet is magára vonzza, s mely kultúrköröket teremtve a gímszarvast történelmünk számára is, mint egy kiemelte a nagyvadak közül. A szkíták szarvasa is gím volt. Kultúránk ott is gyökeredzik. Nekünk ezért is kultikus érték. Ezt az országot szarvasnak köszönhetjük. Ez tudva vagy tudattalanul, de meghatározza erről a szépséges állatról a gondolkodásunkat. Vitathatatlan, hogy Magyarországon a legszebb a trófeája, nem csak nagysága miatt. A magyar gímbika nemzetközi tekintélynek örvendett már a 30-as években is. 1937-ben Berlinben nemzetközi vadászati kiállítást rendeztek, Európa valamennyi államából érkeztek ide a gím trófeák is. 550 kapott díjat. Az első 30 között 20 magyar volt. Szeptemberi gím. Nos igen, bár nem egyszerű a bikák élete ilyen tájt, s jó pár öreg harcos a bőgés végeztével immár hárem nélkül kell majd elkullogjon a belevalóbb, frissebb, agilisebb trónkövetelőkkel vívott s elvesztett csatározások után, bárhogy is alakul, férvonaluk genetikai értékeik immár ott összpontosulnak az újabb és újabb gímszarvas nemzedékek, mind szebb, mind lenyűgözőbb trófeáiban. Így viszik tovább magyar mondáink, legendáink múltból jövőbe ívelő hangulatát, mint a hazai erdőkben legszebb magyar nagyvad királyi képviselői. Nyugodtan kijelenthetjük, eljött a szarvasbőgés főideje. Ez persze nem azt jelenti, hogy a természetfotósnak könnyű dolga lenne, csak úgy ölébe hullanának a legszebb pillanatok, hiszen nem minden perc szól ádászcsatákról és összecsattanó agancsokról. A felajzott bikák pontos koreográfia szerint lépésről lépésre döntik el, kit illet a tehenekkel való szaporodás ősi, de minden évben újra meg újra kivívott joga. A bőgés hangja csak az első fokozat bonyolult kommunikációban, utána a séta, egymás méregetése következik, s csak ha végképp nem tudnak dűlőre jutni az urak, akkor következik a tényleges küzdelem. Sokkal inkább a tehenek őrzése, terelgetése és a lehetséges vetélytársak elkergetése, elijesztése folyik teljes erővel, gyakorlatilag éjjel-nappal. Iszonyú megterhelő ez a bikák számára, s ha kicsit is fülelünk, teljes pompájában hallható, mennyire mozgalmas is e vidék ekkor. A bikák orgonálása betölti az egész környéket. Vetélytársak tucatjait tudatják,
készen állnak saját vérvonaluk továbbvitelére. Felvételeink az erőteljes szeptemberi nyárban jó 32 fokos hőségben készültek. Hűvösebb években, ki emlékszik már ilyenekre, jóval korábban, már augusztus 20-a körül felzendülnek az első dalnokok. Elsőként a délsomogyi, dél-zalai bikák bőgnek, utoljára a zempléni bikák zendítenek rá. Hűvös, párás hajnalokon, alkonyatok alkalmával éjszaka hallani leginkább a bikák orgonálását, de sokszor előfordul fényes nappal melegben is. Most valahol a Dunántúlon, a Vadex mezőföldi ZRT területén cserkelünk, látható is, hogy cseppet sem erdősült, sokkal inkább nagyüzemi táblás, mezőgazdasági vidéken járunk. Ez szarvasainkat egy cseppet sem zavarja a bőgés hevületében. Ne gondoljuk mi sem, hogy a nyílt tereken vetélkedő bikák például autókra, utakra, vagy bármilyen emberi civilizációs kényszerre tekintettel lennének. Ebben az időszakban erre valamennyiünknek számítani kell, sőt, ha ilyet látunk, nem árt pár pillanatra meg is állnunk, hisz ki tudja hány tehén, vagy épp konkurens trónkövetelő követi hasonló vehemenciával. E környéken az erdők viszonylagos hiánya azonban nagy segítség is fotósnak, autósnak, hiszen amerre csak nézünk, vonuló, cikázó, rohanó agancscsodák tudatják, immár virágjába szökkent szeptember legnagyobb eseménye, a gímszarvasok bőgése. A folyamat még jó pár napig, hétig eltart, hogy a végén új szerzeményekkel bővüljön, vagy épp egy erősebb, daliásabb bika révén, akár meg is szűnjön az eddig oly stabilnak hit hárem. A gímbikák bőgése, orgonálása után pedig következik a harmadik felvonás, a szarvas félék szaporodásában, amikor a természet népes közössége főleg délebre, leginkább Gyulaira figyel. Itt már lassan-lassan hangolnak egy másik, nem kevésbé látványos szarvasfajta, a dám lapátos nagyurai, hogy barcogásukkal októberben ők is eldöntsék, ki lesz a legrátermettebb hím, aki a legszebb trófeákat jelentő utódok genetikai kódjait adja tovább a hamarosan elinduló szaporodási időszakban. Gutorfölde, Szentpéterfölde, Baktöttös, Szent Kozma dombja, nos ezeken a településeken biztos, hogy jelenleg nem érdemes szabadtéri hangversenyt rendezni, hiszen ez zalai táj dús erdeinek, vizenyős völgyeinek színpadát már jó ideje egyetlen hang veri fel, a szarvasbőgés. Talán csak egy szimfonikus zenekar rúghatna labdába a felhevült szarvasbikák orgonálása mellett, de akkor meg mit szólnának az élő természeti koncert igazi hallgatói, a szarvas tehenek. Nem pusztán a szép dallamokat, a gyönyörű megformálást keresik. A vágyfülű, négylábú specialisták már néhány hangból is megállapíthatják, a hangverseny után érdemes-e az előadóval közelebbi ismerettséget is kötni. A vérbeli közönség, mely kizárólag hölgyekből áll, a gazdagon éneklő, fantasztikus fellépő agancsal rendelkező igazi profikat keresi. A szó szerint is lehengerlő, mert hogy majd 300 kilós sztártenor, akinek agancs terpesztése, ágasbogas fejdísze ámulatba ejtően sugallja, igen, ő az, akitől utódokat szeretnének.
a hajdan volt sztárok, akik egykoron lenyűgöző hölgykoszorút csábítottak maguk köré énekükkel, ugyan elbuknak és elmagányosodnak. De a darab, a természet nagy őszi felvonása, a szarvasbőgés változatlanul fennmarad, miként ezáltal az a faj is, mely épp saját minőségének biztosítása érdekében felfedezte és létrehozta azt. Ugyan csöndes, békés tájat sejtett a szeptemberi reggel finom párája, a szarvasbőgés azonban még javában tart szerte az országban. Elsőként egy öreg bikát kaptunk Lencse végre, aki korának megfelelően már nem hajkurásza teljes erővel a teheneket. Ahogy előre halad a nappal, újabb megkapó pillanatok rögzíthetők a memória kártyákon a szarvasbőgés kulisszatitkaiból. Egy tisztességes méretű hárem remek fényekkel, pazar beállásokkal, bár a trónkövetelők is ott bőgnek a háttérben. Nem véletlen, hogy az aktuális vezérhím nem örül ennek túlságosan. Ezt a bikát valószínűleg jól elverték egy csetepatéban, felesleges energiáit így módon vezeti le. A trófea kedvelő filmesnek meg a szíve szakad meg, nehogy letörjön valami e fantasztikus fejékből. Van úgy, hogy közel-stávol szemernyi szarvas tehén sem időz a környéken, mégis a felhevült urak, ha kell, ha nem, megvívnak egymással, elvégre a bőgés nem csupán a tehenekkel való kapcsolatot jelenti. Bármilyen furcsa, szarvasaink legalább annyira szeretik a vizet és a dagonyázást, mint a vaddisznók. A víz nagyon fontos a szarvasbőgés alatt is, olyannyira, hogy komoly megtartó erőt jelent a bőgés helyét illetően. Van, hogy vadászok, erdészek viszik lajtos kocsival a vizet a dagonya helyekhez, helyben tartandó a szarvasállományt, ellentételezve a felmelegedés negatív hatásait. Ha a vadbőgés megfelelő, ez a háremek nagyságán is világosan megmutatkozik. Itt láthatóan, szerencsés helyen, jó az állomány, nem csak minőségben, mennyiségben is elsőrangú. Ritka, hogy ekkora háremet uraljon egyetlen szarvasbika. A legérdekesebb maga az a puszta tény, hogy az imént látott, ellesett jelenetek nem okvetlenül az erdő mélyén, a titkos rejtek közepén játszódnak le. Van, hogy alig pár száz méterre történik mindez az emberi településektől. Jól éreztetve ezzel azt, közös otthonunk-e táj, ahol nem csak nekünk, de az általunk kedvelt szarvasféléknek is joguk van ahhoz, hogy életfeltételeiket biztosítsuk. Szokásaikat tiszteletben tartsuk, és a nagyszerű fajok tovább élését minden lehetséges eszközzel támogassuk és elősegítsük. A Villányi-hegység keletről, udvar felől filmezve, akár még egy frissen felfedezett új magyar vulkánnak is tűnhetne. Egészen a helyi vasútvonal normál nyomtávján békésen időző szarvasaink megjelenéséig. Baranyában a Bój-Villány udvar háromszögben kalandozunk. Thank you.
Noha valószínűleg többen úgy gondolják, a gímszarvas jellegzetesen hegyvidéki, erdőbe való hatalmas jószág, és igazán jól képen, illetve filmen is csak a méretes bükkök, tölgyek között mutat, ez a túra tökéletesen megcáfolta ezt a vélekedést. Állatunk minden környezetben fenséges, gyönyörű, filmes szívet melengetően látványos, és nincs az az agancs, mely unalmas lenne akár egy szója vagy kukoricatábla környékén e daliás nagyvadon. A vadászoknak mondhatni fő műsoridő a szarvasbőgés időszaka, de a természetfilmeseknek is az. A vadász trófeája a csodálatos agancs, a miénk pedig a tökéletesen komponált kép, a remek beállás, a gímszarvas lényegét sugárzó büszke megjelenés, mind tökéletesebb megörökítése. Bár világszerte százezrek fotóznak és filmeznek gímszarvast, valahol mégis igazi magyar passzióról van szó, hiszen alig ha van nép, melynek életében, történelmében a szarvasnak ennyire központi szerepe lenne. A nagy elődök mondái után mi az idei gímszarvasos pixel csodáinkat adjuk hozzá a több mint 1000 éve folyamatosan írt magyar történethez. E nagyszerű nagyvad iránti tiszteletünkkel és filmjeinkben megjelenő igyekezetünkkel is gyarapítva közös értékeinket az előttünk élt magyar generációk örökségének szellemében. A nagy esemény akárcsak a nyár maga levonult az erdőben, mint egy zajosabb rockfesztivál után, valószerűtlen csend honol, csak egy-egy magányos bika bőg még egyet-egyet. Ha azonban, mint azt láthattuk, azonnal táplálkozni is kezd a bőgést követően, a természet nyelvén ez azt jelenti, már feladta. Az öregek azért, mert már túlkorosak a fiatalabb csábítókhoz képest, a gyengébbek pedig kondícióval nem bírták a szarvast próbáló időszakot, így ekkor már hiába látnak meg egy tehenet, a kapcsolatfelvétel esélytelen. Megviseltek mindannyian. Az öregebbek a tehenekért folytatott csatákban megsérült agancsal, lesoványodva próbálják visszanyerni régi, még a bőgés előtti fényüket. Van is mit újraépíteniük, hiszen a bőgéssel együtt járó idegfeszültség, a rengeteg fizikai próbatétel, a tehenek utáni folyamatos éjjel-nappali kajtatás, az esetleges bajvívások sorozatai, majd maga a megteremtett hárem védelme, és mindehhez a szinte nulla táplálkozás erősen nyomot hagyott a daliákon. Ráadásul változik az idő is. A viharosan rövidülő nappalok eredményeként déltájban ugyan még itt melegítenek a nyár maradékai, de hajnalra az őszi, majdhogy nem téli hőmérséklet egyértelmű utalás arra, ideje megkezdeni a téli felkészülést, mert ebben az állapotban nekivágni a legkeményebb évszaknak tiszta hazárdjáték. Itt az ősz folyik a betakarítás. Ennél fogva vége a kellemes nyári csemegézéseknek a lucernásban vagy a kukoricásban. A szarvasok nagy része, ezért az ősi területek, az erdők vagy vizenyősebb, láposabb részeken a nádasok felé veszi az irányt, ahol végre nem zúg traktor, nem jönnek a kétlábúak percenként, és ahol hála Istennek már nem is bőg senki. Végre csend van.
az élet visszatért normális kerékvágásába.